Sokan kértétek, hogy valami térképet rajzoljak már erről az egész utazásról, hogy mégis jobban lehessen követni, merre jártunk és mit csináltunk. Na most tőlem ilyen csillivilli animációt ne várjatok, de nekifeküdtem a témának, és íme itt az eredmény. A kiindulási pont ugye Ausztria, Klagenfurt volt. Az első nap pedig a szokásos úton, amit már vagy ezerszer megjártunk, az olaszokon keresztül Triestet érintve legurultunk az Isztria legészak-nyugati részére, Savudria faluba. Itt a templom mellett van egy jó hely kemperkedni. Aztán irány Vörnyák az elhagyatott falu, egy a sok közül az Isztrián, majd vízes és túra, Zarecskikrov, illetve a Slapszopot. Utóbbi nagyon penge, és annak parkolójában éjszakáztunk. Másnap irány a komphoz, hogy átmenjünk a Sres szigetre, majd azon keresztül végig le délre, Malilosin és Velilosin volt a program. Szó szerint elmentünk a sziget legvégére, ott éjszakáztunk ebben a parkolóban. Reggel kajakkal áteveztünk Ilovikra, ott szétnéztünk a szigeten, meg a homokos strandját is megnéztük, ami egy pusztulat, majd irány vissza északra Omisaiig, de előtte még kompozás a Körk szigetre, majd az Omisai reptér mellett éjszaka a fák között. A következő napot rendesen megküldtük, itt is mondhatni a szokásos E65-ös úton ereszkedtünk délnek egészen Primostenig. Ott szünet és elhagyatott hotel felfedezés, amire szinte az egész nap elment, majd tovább egészen Omisig és ott kempingben alvás. Utána jöhetett Kürvavica, ott az elhagyatott gyerekszanatóriumot lestük meg, majd utána ismét egy takaros etapot mentünk le majdnem a montenegrói határig a Kupari-öbölbe. Még adós voltam a Grand Hotel bemutatásával és annak parkolójában aludtunk. Majd Kupariból az egész napot utazással töltve átléptünk Montenegróba és majdnem végig is mentünk rajta, le egészen az Ulcinyban található Oliva kempingig. Utána beléptünk Albániába és a Bovilla víztározót céloztuk meg. Itt aludtunk is egyet és ez a hely király volt. Még úgy is, hogy a neten található hülyére photoshopolt képekhez köze sincs. Ezek után jött a Durres alatt lévő Dream Beach, ami azért a nevével sokat vállal, de mint láttátok az albániás videóban egy utolsó ótvar köpedelem a hely, pedig a neten aztán erről is olyan képeket találni, hogy még rendesen rákívánsz, de lépjünk is innen és meg se álljunk az Ószmszurdokig. Mondjuk a valóság itt is kissé árnyaltabb, mint ahogy az Instán mutatják, de a legnagyobb baja mégiscsak az, hogy mindentől távol esik, annyira meg nem nagy durranás, hogy megérje Beratból elcsattogni ide 2-2,5 órát irányunként. Egyébként kicsivel Berat mellett a kemping karavánba töltöttük az éjszakát. Na gyerünk Plage d'Alam, mutasd magad, ez volt még egy olyan hely, amire azt mondom, hogy ez fasza. Két napot töltöttünk itt, kár, hogy az időjárás egy pokol volt. Innen aztán először a Logara Hágó, majd a Gipe Beach, ami az egyik legnagyobb szám volt, végül Borsvároska partján alvás. Innen mentünk egészen a Butrint Nemzeti Parkig, és a Pulebarda Beach volt a táborhely. A rákövetkező nap elég mozgalmas volt, először a Kékszem forrás, ami nem rossz, de a netes képeknek itt se nagyon kell hinni. Jöhetett Girokastra, ami azért szintén áldozatául esett a Photoshopnak. Végül vissza a partra, a Lukove strandra, egy jó Lada Nive a mellé, igen Nive, a jól hallottad. Meg van Lada Samovár is, de haladjunk. Reggel visszamentünk a Puladerba strandra, ott is aludtunk, majd aztán irány a görögök. Először Igumenica, ahonnan kompoznunk kellett át Korfu szigetére, majd ott a Dionysos kempingben vertünk tábort. Röhelyes, hogy mennyit mentünk aznap azért, hogy légvonalban alig 40 kilométerre legyünk onnan, ahonnan eredetileg volt. Az első nap bejártuk Korfu várost meg a környékét. A második nap Drastis, Canal d'Amour, meg kajakozás. Harmadik nap a Pantokrator hegy, amit először rossz irányból közelítettünk meg, de így legalább felfedeztünk egy elhagyatott falut, majd a rendes úton fel a hegy tetejére, végül csobbantunk egyet egy homokos strandon. Negyedik nap szintén strandolás, először egészen lent délen, majd kicsivel visszább. Az ötödik napon meg már ott sem voltunk, nagy utazás kezdődött, a végcél Lefkada sziget legalja. Másnap reggel már a kompal irány Kefalónia, Fiskárdónál értünk partot, majd Assos és Myrtos Beach volt a program, ami az eddigi legnagyobb highlight volt. A nap lemente meg az éjszaka is itt ért minket. Ezek után a Melisszáni meg Drogarati barlang, előbbi pazar, utóbbi teljesen felejthető, aztán a szerelmem a Kako Lagadi strand, végül Skála városa, ott is aludtunk. Innen aztán Old Valsamata, ahol elhagyatott falu volt a látnivaló, aztán egy erőd, végül egy strand, és ezek után a kikötőben vadkemping.
Reggel biciklivel Argostoli, utána Aynos hegymászás, majd újra a megszokott helyünk a kikötőben. Aztán az egyik legszebb strand, a Fteri Beach, egész nap, majd újra a kikötő. A következő napon a kikötőből a Petani strand, viszont estére már a Nordwest stúdió egyik apartmanja várt minket. Itt aztán több napot elhédereltünk, csodás volt az egész, úgy ahogy volt. Az utolsó napra három strand jutott, a Xi Beach, ez hanyagolható, a Lakkadiaka már alakul, de a sztár a Paralia Ammos volt. Egy újabb sűrű nap jött, először Pessára kikötője, majd onnan Kompozás Zakintosra. Innen azzal a lendülettel indultunk is hajókirándulni, a kihagyhatatlan Navajo öböl meg Blue Caves, amit láttunk, aztán vissza a szárazföldre, hogy az öblöt onnan is megnézzük. Hát mit mondjak, nem véletlenül Görögország egyik ikonja, majd egészen le délre, Keri faluig, ott lett a táborhely összelökve ez alatt a fa alatt, természetesen vadkemping. A rákövetkező nap elmentünk megnézni a Mizirtes sziklát, majd irány a Cameo Island, ott lefoglaltunk egy hajókirándulást másnapra, ezek után pedig Zakynthos város látogattuk meg. A következő napon tehát irány ismét a Cameo sziget, ahonnan aztán hajóval vittek el minket megnézni a Keri Caves-t, illetve átmentünk a Teknős szigetre is, majd vissza a kiindulási ponthoz. Ezzel még nem ért véget a nap, mert még lecsorogtunk a Geracas Beach-re, és azzal volt annyi az napra. Ezek után jöhetett a Skopos hegy, ami egyszerűen fantasztikus volt, majd innen akartunk tovább menni egy strandra, és ekkor szart be a Kangón a bal első ajtózár, úgyhogy aznapra nem tudtunk már csinálni semmit. Csak annyit, hogy megszereltem, így aztán másnap mentünk barlang látogatni. Először a Sajoti barlang, ami király volt, de szerintem ez csak fanatikusoknak való, utána pedig a Black Cave, ami hát egy teljesen felejthető hulladék. Estére aztán visszamentünk a Mizirtes sziklához a naplementét megnézni. Zakynthoszi tartózkodásunk ennyi volt, a következő napon már komppal mentünk vissza a Peloponészoszi félszigetre, Killinibe kötöttünk ki, majd onnan egy hatalmas túrát indítva végig a tengerpart mellett lecsorogtunk Korinthosz alá a Camp Olivába. Utána elővettük a bringát, betekertünk Korinthoszba, ami valami harmad gyenge, majd ismét vissza a kempingbe. Aztán volt egy elég durva koránkelésünk, mert hogy irány Atén, arra nyilván elment az egész nap, majd ismét vissza a kempingbe. Innen tovább Mükéné, ami az ismert ókori görög romváros, majd jöhetett az Ellenikó piramis, ami egy nagyon jó pofa szerkezet, és végül egy igazi felüdülés Návplió. Innen mentünk tovább barlangot látogatni, jöhetett a Kapszia barlang, ami az egyik legismertebb a görögöknél, vagy legalábbis itt a félszigeten. Utána Spárta, ami teljesen felejthető, de tényleg nulla az egész úgy, ahogy van. Ezek után szart be a hegyi szerpentinen a kocsi, és úgy estünk be utána Kalamatába egy kempingbe. A szerelés után mentünk tovább a Polimnió vízesésekhez, ami pazar. Utána jöhetett Metóni, ami csúcs szuper. Végül még egy vízesés, a Calamaris vízesés, és annak parkolójában aludtunk. Innen mentünk tovább a Voidi Kilászra, ami az egyik legismertebb és legfelkapottabb strand, és miután ott végeztünk, átmentünk a Divari Beachre, ott éjszakáztunk, ami egyébként az egész egy Natura 2000-es terület, de ez senkit nem érdekelt. Rajtunk kívül még kismillió kemper töltötte ott az éjszakát. Majd ismét rendesen megküldtük, ugyanis először jött Filiátra városa az Eiffel-toronnyal, vagyis annak másolatával, majd megnéztük Olimpia romvárost, majd ezek után Mörpina falucskában, a tengerparton az ingyen kempingben néztük a naplementét, és ott éjszakáztunk. Aztán gyerünk vissza Igumenicába, kicsivel előtte egy kempingben éjszakáztunk egy utolsót, mert aztán másnap mentünk a komphoz, és indultunk az olaszok irányába. Szóval eddig nagyjából így nézett ki ez az utazás, majd később az olaszoknál is rajzolok egy ilyen térképet, meg úgy egyáltalán az egészről, amerre járunk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!